Ünnepélyes szalagátvágást követően adták át Nyíregyháza Selfie Múzeumát a látogatóknak. A megnyitón Kovács Ferenc polgármester elmondta, a helyi védettséget élvező épületet az önkormányzat a Zöld Város program keretében újította fel. Hozzátette, a múzeum nem csak a turisták, hanem a helyi fiatalok számára is vonzó program lehetőséget nyújt a város szívében. Itt egy nagyon rossz évtizedekig leromlott és rossz állapotban lévő épület volt, és a régi törekvésünk, hogy a városképet meghatározó, különösen belvárosi, régi ikonikus hangulatú épületeket megmentsük, ez sikerült, ráadásul 100%-os pályázati forrásból, és egy ilyen modern belső tartalommal, ami funkcionalitást is ad, most jelenleg a Selfie Múzeumnak, ami azért fontos, mert törekszünk arra, hogy ne csak Sóstóra jöjjenek a turisták, és a nyíregyháziak is csak oda menjenek, hanem a belvárosban is legyenek attrakcióink. A pop art vibráló, izgalmas világában barangolhatnak az ideérkezők. A kreatív szakemberek két emeleten közel 30 installációt rendeztek be. Hozzávetőlegesen 300 négyzetméter az alapterülete, a használható alapterülete az épületnek. Próbáltuk úgy kialakítani a tereket, hogy minél több installáció férjen be. 26 darab installáció van jelen pillanatban az épületben, ami amúgy fontos megjegyezni, hogy folyamatosan cserélhető lesz, tehát hogy hosszú távon az elképzelésünk, hogy éves szinten teljesen kicseréljük a belső installációkat, és úgy próbáltuk kihasználni a belső tereket, hogy minél több és érdekesebb szögből fotózható hátteret tudjunk biztosítani a szelfik számára. A láthatóan gyakorlottan szelfiző fiatalok rögtön birtokba vették a helyet. Több társaság is el tud úgybár ide jönni, és itt jól el tud tölteni egy kis időt, vagy több időt is. És ugyebár még lent van a kávézó, és hogyha így befejeztek így a fotózást, stb., akkor nyugodtan le tudnak jönni például egy kávéra, vagy egy kólára. Tök jó hely amúgy nagyon. Azon kívül meg rengeteg tartalmat tudnak készíteni az Instagramra, TikTokra. Nagyon jó TikTok táncokat lehet itt csinálni. Amikor szelfizünk, akkor mindig a jó arcunkat szeretnénk mutatni, illetve szerintem mindenki egy fényképen a legszebb arcát szeretné mutatni, és itt meg olyan környezetben tudják ezt megtenni, hogy nagyon különleges lesz az egész tőle, és maradandó, és ugye mivel nagyon sok fotó készül már a mai világban, és felkerül mindenhova Facebook, Instagram, esetleg videó ugye a TikTokra, ezért szerintem jó, hogyha egy picit kitűnnek, extrémebb, úgyhogy szerintem ezért nagyon jó, és fogják is szeretni az itteni fiatalok. A Selfie Múzeum és kávézó csütörtöktől látogatható.